Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb Matematika világa 8. kötetét, ugye itt az ára is, Fogoly dilemma és domináns stratégiák, játékelmélet. Hú, ez nagyon izgalmas lesz, úgyhogy lássunk is neki a kibontásának. Jót fogok olvasgatni, már most tudom, vagy mondhatom. Hát ugye mindjárt este 11 óra, és most ahogy ezt kibontom, egyből elkezdem olvasni is. Na. Ja. Na. Mégis van. Úgyhogy íme. És akkor nézzünk bele. Most egyébként olyan este 10:30 van. De ilyenkor lehet a legjobban olvasgatni. Nézzétek. És itt van ugye a tartalomjegyzék. Jó sok minden van. És ilyen tudományosan is le vannak írva a dolgok, úgyhogy imádom olvasni. Ez nagyon jó. Na, nem csak iskolásoknak jó. Ahogy látjátok, Najman Jánosnak a mondatát. Na, akkor lapozzunk egy kicsit. Hoho! Stratégiai játékok és probléma megoldás. Ó, a jó öreg dominó. Na, az nagyon jó. Azt szeretem. Dominó játékokat. Néhány érdekes játék, ahogy látjátok. Ugye a valószínűségek szeszélyei. Egyszerű kocka. Mekkora a nyerés esélye. Új, ez nagyon jó, itt lehet az ilyen lottó esélyeiről is olvasgatni tulajdonképpen, az is egy ilyen játék a valószínűség. Játék 3 kockával. Lehet-e nyerni a bank ellen? Az ismétlődő esélyek valószínűsége. Hát tulajdonképpen ezek inkább úgy látom, hogy a valószínűségre épül ez a könyv, de nagyon jó, lehet benne tanulni dolgokat. Itt van ugye a fogoly dilemma és a játékelmélet más klasszikus feladatai. Na, úgyhogy ez egy nagyon érdekes könyv, és nézzétek csak. Ez a rövid szöveg ugye a tartalomról, amit tartalmaz. Úgyhogy érdekes lesz ezt olvasgatnom. Minél hamarabb el is fogom kezdeni. Úgyhogy remélem tetszett nektek, közben levertem mindent. Remélem tetszett nektek a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Egyébként az ólom esetleg. Sziasztok!